Szerre Péter atyával folytatjuk a délelőttet, az Örök Imádás templom igazgatójával. Dicsőítessek Jézus Krisztusban. Isten hozott nálunk ismét. Köszönöm, örömmel jövök mindig. Nagy öröm, és nagy öröm nekünk, óriási öröm, amikor itt vagy, és eljössz hozzánk, beszélgetsz velünk. Itt az elmúlt hetekben, hónapokban azért a nyolc boldogság közösségben nagy változások történtek. Új alapítás Pécsen. Tudom, hogy ha jól olvastam a honlapjukon, akkor itt az új alapítás egy hosszú reflexió előzte meg itt a magyar közösségben. Uha. Ezt a reflexiót, ezt hogyan kell érteni, hogy összegyűltek közösen szerzetes testvérek? Igen. Hát ugye három ágban vagyunk mi eleve, tehát laikus ág, nővérág, testvérág, és hát nem mindig vagyunk együtt, vagy nem mindig élünk együtt, úgyhogy keresni kell az alkalmakat, az igazság. Most az internet is, vagy a modern technika is segít bennünket, mert azért vannak ilyen megosztásaink, ugye főleg a járvány alatt nem tudtunk találkozni, de a megosztások azok mentek tovább. És akkor vannak ilyen közös gondolkodásaink, amit úgy hívjuk, hogy szinódus, hát ez nem egy nagy találmány, az egyház találta ki 2000 éve, úgyhogy mi csak próbálkozunk beleilleszkedni ebbe a csodálatos ajándékba, ami a Jóistentől származik. Tehát mi már azt mondom, mióta Magyarországon létezünk kvázi 15 éve, legalábbis Budapesten, 30 éve Magyarországon, tehát a szinódust azt rendszeresen éljük, és akkor ez egy keresés is. Tehát egyrészt az, hogy két fő ága van, mondjuk az, hogy hogy vagytok, ki hogy van, de egy útkeresés, hogy merre akarunk menni. Igen, akkor itt volt a tervezés. Így van, és akkor legutóbbi években már szakembereket is hívunk, tehát egyházi fejlesztőket hívjuk segítségül, hogy az időnket jól tudjuk beosztani, és azért legyen egy vezetés, és hát a konfliktusok merülnek föl, mert ugye emberből vagyunk, akkor az ne hátráltasson, inkább egy dinamikát adjon és előre vigye a gondolkodásunkat. Tehát több év alatt született meg ez a vágy a szívünkbe, igen. Nyilvánvalóan maga a megújulás az a Szentléleken keresztül történik. Itt ugye a pünkösd azt gondolom, hogy minden közösség életében egy óriási megújulás. Így van. De azért az, hogy a különböző módszerekben való megújulás, igen, azért az mindig egy nehézség. Feltételezem, hogy különösen olyan szerzetes ennek kapcsán, amik már mondjuk több száz éve állnak fenn, az, hogy akkor most hogyan tudunk új módszereket, igen, kitalálni, vagy hogy hogyan tudjuk azokat a módszereket, amik mondjuk az, hogy örökérvényűek, most is másképpen gyakorolni, aktualizálni. Így van. Hát nekünk sokat segített, amikor elkezdtük a tanulmányainkat Magyarországon. Én külföldön tanultam, abban az időben kvázi kizárólagosan akik papsággal készültek, azok juthattak el a teológiáig és egy alaposabb képzésig, de egy olyan 20 évvel ezelőtt körülbelül elkezdődött ez a folyamat Magyarországon, hogy a szerzeteseknek is egy alaposabb képzést adtak, és bármi akkor nem voltunk hivatalosan szerzetesek, mégis az akkori szerzetes felelősök Magyarországon nagyon nagy lelkűek voltak, és nagyon nyitott szívűek, úgyhogy már a nővérek a 2000-es évek elején, sőt a 90-es évek legvégén kezdtek képződni. No, és ez a képződés segített abba, hogy a legaktuálisabb módszerekkel a kapcsolatba kerültek, és aztán, ha már ismerünk egy jó módszert, hát miért ne alkalmazzuk, miért ne hívjuk be? Tehát a Szentlélektől nem idegen az, hogy ugye a tudományokat is, a tudományoknak a vívmányait felhasználja, mert akkor most ugye nem mennénk sehol, igen, itt ülnénk egy sötét szobába, gyertyafény mellett. Nem lenne egy kamera, így igen, van. És, na, szóval így tovább, mindenki tudja ezt, hogy hogy megy. Igen. Péter, hogyha évek óta, emlékszel esetleg, hogy hányban voltál először itt nálunk? Hogy hány évvel ezelőtt voltál először műsorban? Emlékszem, hogy fönn voltunk a tetőtérbe. Akkor az még fönt volt a tetőtérbe. Azt fönn volt a tetőtérbe, és az evangéliumi kommentárra hívtak meg, és akkor volt egy fix napom. Hát, most 6-8 év biztos, alsó hangon, de lehet, hogy akár 10 is lehet már. Tehát a bólunk az elején volt. Igen. Az elején volt még akkor. Ez egy dolog, hogy te rengeteget adtál a híveknek, de hogy neked az EVTN mit adott? Mert hogy én azért hiszem, nekem rengeteget, ez nem csak itt a reklámnak a helye, hanem ilyenkor, igen, tényleg a visszajelzéseken keresztül azért bennünk is történik egyfajta, hogy akkor megéri ez a fáradtság, megéri ez a munka. Aha, aha. Hát őszinte leszek, én nem vagyok egy nagy TV-fán és YouTube-fán, meg semmi. Tehát annyira nem nézegetem a bólumot, Isten biztos meg fogja nekem bocsátani. Tehát inkább ezen az oldalon vagyok, hogyha kell, akkor tanúságot teszek, vagy segítek valamit. De mégis van benyomásom, tehát nem azt mondom, hogy mélységes ismeretem van a bólumról, de azért kísértem az évek folyamán, egy kicsit úgy távolból. Ami miatt rácsodálkozok az, hogy láttam, hogy voltak küzdelmek. Azt is érzékeltem, hogy esetleg még rezgett a léc is néha, hogy bónum lesz, nem lesz, kell, nem kell. Szóval érzékeltem, távolból nem voltam benne, de az, hogy fejlődik, az, hogy szépül, az, hogy a csatornákon rajta vannak,
gondolom a nézettség szépen megy fölfele, tehát én azt mondom, le a kalappal. És még azt is ugye, hogy van ez a szellemi-lelki háttér. Tehát, hogy ez nem pusztán egy szervezés, nem egy-két tehetséges emberről van szó. Tehát ugye Angelika anyámra tekintve, meg itt nagyon jó ez a tacepa, hogy itt bejövet, egy kicsit ennek a tévének a története ott van, látjuk az arcokat, látjuk, hogy hogy állt hozzá Angelika anya, hogy tényleg a szent lélekbe bízol. Tehát ez a lélek munkája, akkor is, hogyha csak, hát, hogy mondjam, bűnös embereket tud találni Jóisten, meg olyan embereket, akik nem tökéletesek, de aki nyitott szívvel van és bevállalós valamennyire, hát a Jóisten százzal támogatja és tartja fönn. Ezt tapasztalom itt, hogy ez a lélek munkája, úgyhogy ezért csodálkozom rá. Szerintem mi is minden egyes nap ezt tapasztaljuk, igen. Voltak olyanok? Előfordul az, hogy akár az utcán, hogy Péter atya, köszönjük szépen az emlékedését, pont a legutóbb talán láttuk. Hát az utcán kevésbé, mert az utcán azért javarészt nem a templomi hívekkel találkozom, meg nem is mindig vagyok habitusban, bevallom őszintén, viszont a templomba, a sekrestyébe igen. Atya, hát hogy láttam a tévébe. Nem mondom, mikor? Hát nem voltam a tévében. Szóval tehát nem tudatosítom, igen, hogy én most a tévében vagyok. Hát eljövök egy szimpatikus fiatal emberrel beszélgetni egy jó témáról. Szóval én most nekem ez nem megy át, hogy itt hányan néznek, bár minden tiszteletem a kedves nézőké. De hogy nekem ez a személyes kontakt, ez az, ami azt hiszem igazából fontos. És remélem azt, hogyha valaki néz a kis kereten belül, talán átmegy valami a személyiségből. Tehát azt hiszem, hogy na, tehát néha szokták mondani, igen, de hogy én egy kicsit el tudom ezt így engedni utána. Igen. Azt mondom, hogy minden egyes vendégünknek van egy üzenete. Ez teljesen egyértelmű. Mi az a legfőbb üzenet, amit már évek, 8 éve, azt mondja, tehát a Péter, hogy 8-9 éve most már, hogy igen, itt volt legelső alkalomra, amire mindig valahogyan megpróbálja rá a hangsúlyt, vagy a fókuszt ráhelyezni. Ami akár igen, a te személyes üzeneted, a te legfőbb igen üzeneted. Hát én nem vagyok ilyen sommás ember, meg igyekszem inkább nyitott lenni, talán a helyzetre, vagy a Szentléleknek az indításaira. De azt hiszem, hogy szerintelenség nélkül, tehát talán nekem az evangélium hirdetésében van valami karizmám. Mert amikor beszélek, akkor érzem, hogy nem én vagyok, vagy nem csak én vagyok ott. Tehát, hogy oda megyek, nem tudom mivel a fejembe, és mindenféle izgalommal, vagy kétségekkel, bármivel, hogy mindig átmegy valami. És én csodálkozom, hogy mi megy át. Na, tehát, hogy inkább azt hiszem, hogy az evangélium hirdetése talán az, ami leginkább érint engemet. Van olyan téma egyébként, igen, akár az evangélium hirdetésén belül? Mondjuk akár nem tudom, akár Dó Géza atyának, ugye a cigány pasztoráció, igen, ez egy folyamatosan visszatérő téma, sőt, hát értelemszerűen, amit minden egyes alkalommal akár, vagy hetente többször is szembe jön, és akkor így igen, kicsit már érthetetlenül már esetleg ott. Igen. Hát ez nem a bónumban jön szembe, ugye, vagy az EVTN-ben hetente, igen, mert nem vagyok itt hetente, de nem reklámot akarok csinálni, meg nem is reklamálni akarok. Ugye én a templomban misézek. Igen. És a reklám helye itt van, az Örökimádás templomban, mert ott oda köt a szolgálatom 16-17. Éve lassan, és ott jön elő ez, hogy az imádság az nagyon gyakran előjön. A belső ima, a csöndes ima, mert ennek a templomnak ez a kegyelme egész egyszerűen, hogy ki van téve az oltári szentség, és ugye az Úr Jézusnak, ha látnánk a kezeit, akkor ezt látnánk, hogy hívja az embereket. És aki megérkezik, azt meg egy kicsit úgy megragadja, vagy átöleli, vagy megérinti, vagy hogyha most így nagyon el igen, szeretnék képzelni valami képet az örökimádással a kapcsolatban, egy kicsit egy olyan kitárt kar, de fölfele nagyon nyitott kitárt kar. Tehát, hogy akkor talán azt, hogy visszahívni az embereket az imádáshoz, mert talán itt történt egy ilyen fajta. Jöjjetek hozzám mindnyájan. Pontosan. Talán ez, mert a templomunknak van egy ilyen mottója a honlapon, amit én írtam föl, és ezt, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan. Tehát talán ez lehetne mottó. Igen. Beszéljük picit a nyári programokról, mert hogy itt lesz személyesen kísért Szent Ignáci lelki gyakorlat, hogy ott a táborhegyi napok majd július 6-10-ig, aztán betániai napok július végén. Mit kell ezekről tudni? Például a Szent Ignáci lelki igen, gyakorlatról. Az igazság, hogy a Szent Ignáciból nem készültem igazából, akkor lehet, hogy te tudod a dátumokat. De ez a homokkomáromi háznak egy szolgálata, ez biztos, azt tudom mondani. Azt is tudom mondani, hogy Terézia nővér, aki kiképződött. Jó, tudom, az első étegyben éppen most zajlik egyébként, talán már folyamatban is. Elképzelhető. Akkor biztatom a híveket, hogy menjenek föl a közösségnek a honlapjára, nyolcabodosság.hu,
Illetve a Facebookon is ugyanúgy megvan a 8 boldogság közösségnek a Facebook oldala, minden friss információt megtalálnak. Egyéni vezetéses lelki gyakorlat, ott is ugye ott van a kápolna, a Szentség imádása van lehetősége, egy gyönyörű tájba van az egész, Zalába, egy kvázi érintetlen részen még, úgyhogy azt hiszem ott ez az, ami vonzó és ami érdekes. És ez akkor ez a két másik, ugye a táborhegyi napok és a betániai igen. napok, erről a két táborról mit kell tudni? Igen, hát a táborhegyi napok az ugye fönt van ezen a dombon, szintén Homokkomáromba, és a mi közösségünknek a lelkisége, vagy az eredeti szabályzata, az erre az evangéliumi részre épül, a táborhegyi jelenése, vagy jelenetre, amikor az alapítónak volt egy ilyen megérzése, vagy látomása, nem tudjuk pontosan, ugye Jézus, aki megjelenik a táborhegyén, és mellette Illés és Mózes. És hogy ez az a kép, ami megragadta az alapítót az elején, hogy nekünk ez a hivatásunk. Jelenjünk meg az Isten előtt, legyünk engedelmesek, hirdessük az evangéliumot, és kapcsoljunk Jézushoz. Most nagyon nagy igen. vonalakba, és akkor, amikor elkezdték a táborhegyi napokat, akkor rájöttek, hogy hát ezt a kegyelmet nyújtjuk az embereknek, a közösségnek a kegyelmét, jé, tényleg egy hegyen vagyunk fönt, és ráadásul a házainkat is így neveztük el, két épület van a templom, ugye az Jézus háza, Mózes és Illés ház, úgyhogy jó, tehát ez a programunk lesz ugye július 6-ától 10-ig Homokkomáromba, szintén lehet jelentkezni az említett elérhetőségeken. És akkor szintén egy ilyen bibliai névből ered ugye a betániai igen. napok, ami hajoltam Betánia napok, igen. bocsánat, ugye Veszprémben kerül majd megrendelésre. Így van. Tehát ez egy picikét újabb ez első alkalomra, vagy formáció, ez is már minden évben? Hát azért mi ezt Kecskeméten kezdtük el, igazából szerintem egy olyan, hát lehet, hogy ez a 6. alkalom, lehet körülbelül, most itt is azért kicsit bizonytalan vagyok, hogy ez hányadik Betánia napok. Azt hiszem, most vagyunk talán harmadszor Veszprémbe, az érseki hittudományi főiskolán, és ez egy családokra adaptált program igazából. Míg a táborhegy inkább fiataloknak sátorba, és sok játékkal, meg kreatív dologgal, ez pedig egy picit rövidebb, hogy akár egy hosszú hétvégébe ugye el tudják képzelni a családok, tehát nem szabadságfüggő tulajdonképpen ilyen szempontból, bármikor be lehet ütemezni, és nagyon figyelünk a gyerekekre meg a fiatalokra. Tehát párhuzamos és legalább annyira érdekes, intenzív programok vannak a gyerekeknek is, plusz a délután az nagyon szabadon kezelhető. Tehát azt mondják, hogy ki vagyunk purcalma, fáradtak vagyunk, nem akarjuk bekasztízni a gyerekeket, alszanak egy nagyot, és utána elmegyünk az állatkertbe, az teljesen belefér a programba. Akkor ez tényleg a megpihenés. Igen, de aki viszont azt mondja, én mindegy lelki gyakorlatot akarom, ezt a szombati napot, mert az a teljes nap, akkor reggeltől estig programozhat szinte. Egy kis pihenővel. Opcionálisan. Így van, opcionálisan. Igen, mert az imáról azért sokszor úgy gondolunk, hogy hát ez megint egy dolog, amit nekem most akkor tennem kell, akkor te jóig, akkor ez egy ilyen plusz munka a napi 8 óra után. Tehát igen. egy ilyen lelki gyakorlat nem csak arra szól, hogy akkor mi most itt teljesen és ráfeszülünk arra, hogy akkor történjen már valami, hanem tényleg imádság, tanítás, együttlét, pihenés, mindegybe, tulajdonképpen két nap alatt. Igen. Két fél nap és egy egész. Tehát akkor a táborhegyi napok július 6-10 és betániai napok igen. július 29-31, feltételezem, hogy akkor még lehet rájuk jelentkezni. Érdemes mielőbb. És érdemes mielőbb. Így van. Szejle Péter, atyán, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a beszélgetést. Portban.